Tisztelt Német Sándor, lelkész úr adásaikban elhangzott témához, az úgynevezett Szent Háromság tanításához szeretnék hozzászólni. A régi tanítás a keresztény egyházakban, hogy a teremtő három személyben nyilatkoztatta ki magát. A Smáj Izrael imájában mi zsidó, hívő zsidók valljuk, hogy az örökké élő, aki Istenünk, egy úr. A Héber Biblia, a Tanak a közvetlenül nem cáfolja, viszont nem is támasza alá, az önök ezzel kapcsolatos véleményét. Lehetséges lenne, hogy önöknek van igazuk, és Izrael Istenek három különálló személyen keresztül kommunikálna népével. Minden esetre számomra elgondolkodtató, hogy a Szentírás lejegyzőkhöz három különböző módon jutott el az Isteni üzenet, amit erről, arról éppen az aktuális bibliai rész, a kovásztalan kenyerek ünnepének sabátján, felolvasott prófétai szakasz az Ezékiel 37, 1-14 bizonyítja. A Vajomér el Eláj Hashem, vagyis az Amár Adonáj, a Simú Dövár Hashem, vagyis a Dövár Adonáj, Dövárti várti Nő Um Hashem, vagyis a Nő Um Adonáj, amely Ezékiel 37-ben szerepel, tehát erre hivatkozik a kedves televízió néző, arra a kérdésre, hogy ezek a kommunikációs formák megfelelnek-e az úgynevezett trinitárius teológiai felfogás Isten az Atya fiú szent Szellemről, a proféta Szavéval válaszolnék, örökké élő uram, te tudod, sok sikert kívánok az újra elindított vasárnapi adásorozatukhoz, őszinte üdvözlettel, Tarnagol Zaháv. A Ezekiel 37 ebből a szempontból én is úgy gondolom, hogy jelentős, különösen az én szempontomból azért, mert ott egyértelműen a profétát arra buzdítja Isten, hogy szólítsa meg a szellemet, hogy jöjjön, lehelyen be életet a megholtakba, és támaszza fel őket. Ott is úgy jelenik meg Isten szelleme, ruákja, mint az Istentől, Teremtőtől különálló személy, mert személyként szólítja meg a próféta. Én nem gondolnám, hogy a verbális közlési forma, ez a három forma, kedves televízió néző utalt, hogy ez megfelelne a Szent Háromság tanításának. Ennél, ennél sokkal egyértelműbb dolgok is találhatóak az Ószövetségben, szintén nagy téma, különösen ha a zsidó barátainkkal kell erről beszélni, nyilvánvalóan erre nagyon fel kellene nekem is készülnem, hogy mindent alaposan az állásfoglalásomat precízen pontosan el tudjam mondani. De egy-két megjegyzést azért szeretnék ezzel kapcsolatosan tenni, tehát teljeség igénye nélkül csak elgondolkoztatni azokat, akik Ószövetség alapján hisznek ugyanabba az Istenbe, mint akibe mi is hiszünk. A, valóban én is így gondolom, hogy az Ószövetség abszolút nem tagadja, hogy Istennek van fia. Ugye ez igazából a, a Jeruzsálemben, a Templomhegyen található szikla mecsetnek a falára van felírva, a Mohamednek ez a tanítása, hogy Istennek nincs fia, és ez egy nagyon fontos alapelve a muszlim világban. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert majd meglátjuk, hogy milyen kulturális befolyás szerepel feltételezésünk szerint a mostani zsidó hitvallásban. Tehát az Ószövetség, a hagyományos judaizmus ezzel kapcsolatosan nem foglal kategórikusan, nem a mostani, hanem a régi ősi, én legalábbis így vélem nem foglal kategórikusan álláspontot ezzel kapcsolatosan, tehát nem tagadja se si a fiúnak a személyes valóságát, se si a szent éleknek a személyes valóságát, mert hisz a Bibliában több utalás van arra, hogy a fiú, a, tehát a, a, az egy természetfölti lény, sokkal magasabb rendű az angyaloknál, az embereknél, ugye hát többnyire a Új Szövetségben, Zsidó származású apostolok pontosan az Ószövetségi igékkel igyekeztek alátámasztani. Tudom azonnal, hogy mi ezzel a szemben a vád, hogy mi keresztények, főleg a görög fordítást, amikor lefordították a, a, a eredeti nyelvből ógörögre, akkor történt torzítás, de ez azt gondolom, hogy ez előítélet, ez nem felel meg a tényeknek. A az a kötelező imába, halljad, Izrael, ott egységről beszél, az Ehádról szerep, eh szó szerepel, és ugyanezt a kifejezést használja a Biblia a házasságra vonatkozóan is. Amikor azt mondja Isten, hogy elhavj, elhagyván apját, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten lesznek egyek. Ugyanezt az egység kifejezést használja a Biblia, tehát az is eredeti tart, a szövege, a haljad Izraelben eredetileg ezt imádkozták, mint a házasságra is. Tudjuk házasságba is, a házasság kötéskor nem olvadnak egybe, megmarad két különálló személy, de nyilvánvalóan a házasságnak pontosan az a lénye, hogy egységé válik. Ugyanez például a bűnbeesés után az 1 Mózes 33, 22 ben amikor az Úr azt mondja, hogy íme az ember olyanná lett, mint közülünk egy, itt is ugyanaz a kifejezés szerepel, mint az eredetiben az Isten egységére, illetve a házasságnak az egységére. Tehát azt gondolom, hogy a, 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 az az értelmezés, amely most elfogadott a judaizmuson belül, az elsősorban az Isten egyetlen egyetlenségét hangsúlyozza. Ez nem szerepel az eredeti, kifejez, eredeti szövegben. Ezt Majmonidészt egészítette ki, illetve ez egy bibliai értelmezése, egy igen szakasznak az értelmezése, amit nek a nevéhez fűződik, legalábbis így tudom, aki egy iszlám világba élt, és itt bátorkodok megjegyezni, hogy ez viszont iszlámnak a befolyása volt, és nyilván arra, azért volt erre szükség, hogy még nagyobb védelmi falad húzzanak ki a keresztény hitvallással szemben. És ezen kívül számos olyan ószövetségi igét lehet találni, ahol egyértelműen az egységben ben van a többség, például a 110 Zsoltár, azt mondja az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomra, ugye erre Jézus is utalt a földi életében, és ezt tette fel kérdésnek, hogy miért mondja Dávid ezt, Ugyanakkor más helyeken is található ilyen igehelyek, tehát újra ismétlem teljeség igénye nélkül, csak azt mondom, hogy a judaizmus az nem az iszlám állásfoglalása sát vallotta régebben, hanem megengedő volt, nyitott kérdés volt számukra, hogy ki a mesiás. A mai napig is nyitott kérdés a mesiással kapcsolatosan, ugye ők várják a mesiást, és van, akik természetes embernek gondolja a mesiást, például vagy szellemi ember, vagy nagyobb, mint proféta, és vannak olyanok, ma is olyan zsidó hívők, akik természetfölötti személyként néznek a mesiásra. Mi meg, abban hiszünk, hogy Jézus Krisztus az élő Istennek a fia. Amen. És, 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 szerintem ezt a, tehát az, hogy az Ószövetségben azt, hogy alá lehet -e támasztani, hogy Istennek van-e fia, erre az én válaszom az határozottan, hogy igen, alá lehet támasztani. És azt is alá lehet támasztani, hogy az Atya fiunk kívül a Szentlélek már az Ószövetségben is egy különálló, de velük teljes egységben lévő személyként van megjelölve. Csak egy példát! Ugye Dávidnak a pályafutása végén van egy csodálatos Zsoltár, ha jól emlékszek, a Sám Sámuel könyvében, amikor Dávid elmondja, hogy mi volt az ő kijelentésének a titka, és azt mondja, hogy a Szent Lilek által szólt ő. Tehát holott látjuk, elfogadjuk Isten igényének, ha Isten igényének elfogadjuk azokat a kijelentéseket, amit a Dávid megosztott Izrael, és tulajdonképpen az egész emberiséggel, zsidósággal elsősorban, de a keresztényekkel is, és azt mondja Dávid, hogy ezt a Szentlélek szólt a rajta keresztül, és elfogadjuk ezeket a kijelentéseket Isteni tekintélynek, akkor hát tulajdonképpen egy követke, logikai, lehet, hogy mi pogányok vagyunk, és szeretünk a logikai következtetéseket, hogy akkor az Isten és a Szentlélek felcserélhető, tehát azért, mert egy lényegűek, teljes egységben vannak. Mert nem lehet elképzelni azt, hogy a Dávidon keresztül egy alacsonyabb rendű személy ad olyan kijelentéseket, amelyek tulajdonképpen az Ószövetségben, az Ószövetség kijelentés történetének a fénypontjai, csúcspontja, mert ő beszélt legtöbbet a mesiásról. És a mesiási proféciák, illetve a mesiás személyének a beazonosításahoz nélkülözhetetlenek a Dávidtól származó proféciák. És még sok minden mást el lehet mondani, de újra mondom, tisztában vagyok ezzel, hogy ez a vita, illetve nem is vita ez, hanem nézet egyeztetések az Úr visszajöveteléig fog tartani. De egyet megtanultunk, hogy szeressük egymást, és hálásak legyünk azért, amit Isten adott a zsidóságon keresztül. Amen.